Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Dicsérünk, áldunk, és imádunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki földre jöttél ezért az elesett bűnös világért. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te nem vontad meg tőlünk a szeretetet, hanem földre hoztad azt. És légy áldott azért, Urunk, hogy ma este neked adhatunk dicsőséget, téged áldhatunk, és a te nagyságod előtt hajolhatunk meg. Hadd adjunk hálát azért, hogy megengedted nekünk, hogy megérjük ezt az ünnepet. Köszönjük, Urunk, hogy békességben ünnepelhetünk. Még akkor is, ha ezt ma nagyon sokan nem mondhatják el. Köszönjük azt a szeretetet, Urunk, amely megőriz minket. Urunk, mi fel sem tudjuk fogni, hogy mennyi mindentől őriztél meg. Mennyi baj elkerült bennünket azért, mert neked így volt kedves. Áldunk téged azért, hogy itt lehetünk előtted, és te kész vagy közösségben lenni velünk. Áldunk azokért, Uram, akik hittel vannak itt, akik ma azért jöttek, hogy veled találkozzanak, és neked adjanak dicsőséget a földre jött Krisztusnak. Köszönjük, Urunk, hogy te nem arra hívtál bennünket, hogy megkeseredett, elcsüggett emberekként éljük meg az életünket, hanem te örömet hoztál. Olyan örömet, amit mi nem adhatunk egymásnak, de te adhatsz nekünk. És áldunk téged azért, hogy ezen az ünnepen ebből az örömből akarsz nekünk adni. És köszönjük, Urunk, hogy ez nem fogyott el, hanem van még bőven. Hadd legyünk részesei ennek. És hadd legyünk megajándékozott gyermekeiddé ezen az ünnepen, akik nem túl akarnak lenni egy ünnepi Isten tiszteleten, hanem veled közösségben megélni minden napot az életünk során. Így kérünk, hogy légy itt közöttünk a te igéd és lelked által, és szólíts meg minket. Amen. Isten igét az Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 9. rész első 7 verséből, Isten igéjét és annak üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. Az Ézsaiás próféta könyvéből, a 9. rész első 7 verséből így szól hozzánk Isten igéje. De nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongattatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tengerhez vívő utat, a Jordán túlsó oldalát és a népek határát. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogy az aratók örülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és háta veszélyét, nyomorgatójának botját összetöröd, mint Midian napján. Mert a vitézek harci saruja és vérrel szennyezett öltözete elég, és tűzeledele lesz. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött. Mert fölemeli
és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. A második verset még egyszer olvasom. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog fel. Köszöntöm a gyülekezetet karácsony szentestéjén, Krisztus születése napján. Jó lenne lélekben is megérkezni ma, hogy az, amit Isten elkészített nekünk, az ne maradjon itt. Tudom, hogy sok mindent át kellett gondolnunk, és sok mindent otthon kellett hagynunk, hogy ide megérkezhessünk. De jó lenne ma itt is sok mindent átgondolni, és amit kell itt hagyni. Hogy mi ne csak egy Isten tiszteletre érkezzünk meg, hanem megérkezzünk ahhoz a Krisztushoz, aki mi érettünk földre jött. És hadd ragyogjon fel a szívünkben Istennek az a szeretete, ami nem fogyott el. Testvérek, ma este nem azért lehetünk itt, mert olyan ügyesek vagyunk, és nagyon jó túlélők vagyunk, hanem azért lehetünk itt, mert az Isten szeretete őrzött meg bennünket. Azt hiszem, hogy az a felolvasott ige szakasz, amit hallottunk az Ézsaiás próféta könyvéből, nagyon sok mindenben hasonlít ahhoz, amit a napokban kell megélnünk. És ezen a karácsonyon kell megélnünk. Amikor Ézsaiás leírta ezeket az igéket, akkor abban az országban éppen háború volt. Akkor Izrael népét több oldalról is támadták, és minden kiszámíthatatlan volt. És nagyon sok nyomorúságot és jogtalanságot kellett megélniük. Nem volt törvény. És ahol nincs törvény, testvérek, ott egy idő után már nincs erkölcs sem. És ahol nincs erkölcs, ott az ember hozzá fog nyúlni olyan dolgokhoz, ami a gonosztól való. És így fordult oda az a nép a sötét, gonosz dolgok felé. Ott kereste a megoldást. Ott keresett valamit, amibe belekapaszkodhat, ami neki adhat egy kis reménységet, egy kis megnyugvást. És olyan dolgokhoz nyúlt hozzá, ami nem Istentől való volt. Egy olyan lelki sötétség uralta a földet, amin az ember nem tudott változtatni. Még az sem, aki akart. És az emberek elcsüggettek. Mindenbe kapaszkodtak, ami kecsegtetett egy kis reménységgel. Csak éppen az Istenben nem. Ők is keresték a megoldást. Ugye mennyire hasonlít az a kor a mostani korhoz? És talán elmondhatjuk azt, arra a korra nézve is, és a mostanira nézve is, hogy az ember időről időre belecsúszik a sötétségbe az Isten nélkül. Nem tudunk semmi újat tenni. És ebben a sötét lelki állapotban az emberek egymásnak esnek. És elkezdik pusztítani egymást. És elkezdik pusztítani önmagukat is. Hasonlít az a kor a mostanihoz. Nagyon sok mindent megéltünk az elmúlt hónapokban. Hetek óta figyeljük a sötétséget. És várjuk, hogy mikor gyúl világosság. Hónapok óta szemléljük azokat a dolgokat, amikről azt gondoltuk az elején, hogy nem lesz az annyira sok, és nem lesz olyan rossz, és rosszabb lett. És
És talán ott van mindnyájunkban számtalan kérdés. Ott van az a kérdés, hogy vajon meddig tart még? Vajon meddig bírjuk ki? Vajon meddig lesz erőnk a túléléshez? Meddig kell még sötétben ülni? Meddig kell még elszenvedni azokat a dolgokat és elviselni, ami egyre inkább megkeseríti az életünket? És talán ott van bennünk az a kérdés mélyen, hogy mikor jön már valami, ami jó? Vajon lesz ennél rosszabb? Én nem tudom megmondani, hogy lesz ennél rosszabb. De azt tudom, hogy ebben a faluban már volt ennél rosszabb. Tegnap végig hallgattam egy történetet, és az, aki elmondta ezt a történetet, megélője volt ennek. 1940 karácsonyán ebben a templomban csak asszonyok voltak. Olyan asszonyok, akik feljöttek a templomba, mert egyedül voltak otthon, mert elvitték a férjeiket és a fiaikat. És az a valaki elmesélte, hogy úgy ösztönösen egymásba kapaszkodtak és énekeltek. Ez volt 1940 karácsonyán. És karácsony első napján és másodnapján semmi másról nem hallottak, csak arról, hogy éppen ki kit vesztett el, akit soha többé nem fog látni. Az ő neveik ott vannak kint az emléktáblán. Volt már ennél rosszabb is. Nekünk ma nem kell siratnunk azokat, a hozzátartozókat, akiket a háborúban veszítettünk el. Talán van szomorúság a szívünkben azok felé, akikkel nem ünnepelhetünk együtt, mert talán máshol vannak. De azt hiszem, hogy ők is békességben vannak, és nyugalomban. És hiszem azt, hogy Isten minden sötét korszakban, ami ettől sötétebb is volt már, meg tudta őrizni az ő népét. Akkor ott ezek az asszonyok egymásba kapaszkodtak, és Istenbe. Ugyanezt megtehetjük ma is. Az is egy sötét korszak volt. Ez is egy sötét korszak. És a sötétségben az Isten nélkül élő ember nagyon sok gonoszságra képes. De minden sötét korszakban ott volt Istennek az őrző szeretete. És ez az őrző szeretet abban nyilvánult meg, testvérek, hogy Isten mindig, minden sötét korszakban látja azt, hogy mire van szüksége az ő népének. És látja azt, hogy az ember valamire vár. Szeretne valamit. És mit szeretne az ember leginkább a sötétségben? Látni. Látni.
és ahhoz, hogy lásson, ahhoz világosság kell. És Isten szeretetének az egyik legfontosabb ismertető jele az, hogy ő azt adja, amire az embernek leginkább szüksége van. Látja, hogy ha az ember a sötétségben jár, akkor számára a sötétség megszokottá válik. És Isten nem erre teremtette az embert. Nem kell mindent megszokni. Nem kell megszokni ezt az állapotot. Isten látta azt, hogy az állandó sötétségben élő ember előbb-utóbb elveszíti a látását. És hozzá fog nyúlni olyan dolgokhoz, amivel kárt fog okozni magában, és kárt fog okozni másokban. Ezért éljük meg azt, amit most élünk meg. Mert ebben az országban is, és ebben a világban is, ma is nagyon nagy a lelki sötétség. Látta Isten azt, hogy a sötétségben sötét gondolatok születnek. Sötét dolgokat gondolunk egymásról, sötét dolgokat gondolunk még azokról is, akiket szeretünk, és sötéten fogunk gondolkodni a jövőnkről is. És amikor Isten látta ezt, hozott egy döntést. Úgy döntött Isten, ahogy az ígében olvastam, hogy a nép, amely sötétségben jár, lásson világosságot. Testvérek, ez nem emberi döntés volt. Nem emberi döntés volt. Minden sötét korban az emberi döntések, azok tele vannak gonosz és gyilkos indulattal. Tele vannak bosszúállással, tele vannak bántással, és tele vannak sértéssel. Tudjátok, hogy ki hozta meg ezt a döntést? Az, aki a legjobban szeret. Akit nem befolyásolnak az emberi indulatok, akit nem befolyásoltak a sötét dolgok, mert ő maga a világosság. És ez az Isten hozta meg ezt a döntést. Amikor az ember már nem tudott jó döntést hozni magára nézve, és amikor már elkeseredettségében olyan dolgokhoz nyúlt hozzá, ami beláthatatlan következményekkel járt, akkor döntött az Isten. Olyan döntést hozott, hogy azt, ami emberileg megoldhatatlannak tűnt, emberi eszközökkel, azt az Isten megoldotta mennyei eszközökkel. Testvérek, nagyon sok olyan dolog van ma is, amit emberi eszközökkel nem tudunk megoldani. Bántjuk érte egymást. Sokszor neki megyünk a vezetőinknek emiatt. Ti, akik tudtok imádkozni, megkértétek az Istent, hogy Uram, old meg mennyei eszközökkel. Várjuk a híreket, ki mikor békül meg a másikkal, mikor lesz ennek vége. Imádkoztok azért, hogy Uram, avatkozz be mennyei eszközökkel. Két lelkileg sötétségben élő nép sose fog megbékülni. Oda mennyei békesség kell. Mert amikor Isten mondja ki valamiről, hogy elég, akkor az véget ér. Isten világosságot gyújtott abba a világba Jézus Krisztus által. És Ézsaiás elmond egy ígéretet,
hogy az Isten úgy döntött, hogy ad nektek egy fiút. És az uralom az ő vállán lesz. És nem azoknak a vállán, akik nem tudnak vele bölcsen élni. És ő lesz tanácsos. Lesz örökkévaló Isten. Lesz atyánká. És lesz békesség fejedelmévé. Miért hozta meg Isten ezt a döntést? Azért, mert sokan kérték? Nem. Azért, testvérek, mert erre volt a legnagyobb szükség. Erre volt a legnagyobb szükség. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Ézsaiás korában is, a 40-es években is, és ma is nagyon sok kérés hangzik el az Isten felé, hogy mire lenne szükség. És talán ezek ott vannak Isten előtt, és majd idejében megadja. De azt gondolom, hogy ma, ebben a sötét korszakban is, amikor fizikailag is sötétség van, de lelkileg is sötétség van, nekünk ugyanarra van szükségünk. Ugyanarra. Arra a világosságra, ami Istentől jön. Isten szeretne minket látó emberekké tenni. És látni csak világosba lehet. Ugye milyen jó, hogy Isten nem azt üzeni ezen a karácsonyon, hogy szokjátok meg. Tanuljatok meg együtt élni a sötétséggel. Az, hogy nincs áram, azt így úgy megoldjuk. De testvérek, a lelki sötétséget sehogy nem lehet megoldani. Azt csak az Isten oldja meg. És az Istennek ma is ez az akarata, ezen a karácsonyon, hogy ő szeretne világosságot gyújtani a mi szívünkben. Szeretné, hogy lássunk. Szeretné, hogy lássuk azt, amit ő akar velünk láttatni. És testvérek, amit az Isten akar velünk láttatni, ahhoz nem elég a lámpa. Ahhoz mennyei fény kell, mert mennyei dolgokat csak mennyei fénynél lehet látni. És nekünk nem attól lesz békességünk, hogyha soha többé nem lesz egy lövés sem ebben az országban, és soha többé nem lesz áramszünet. Nekünk akkor lesz békességünk, ha nekünk mennyei világosság gyúl az életünkbe, és mennyei dolgokat kezdünk el látni ebben a földi életben. A földi dolgokhoz elég a lámpa fénye. És ennek lehet is örülni egy ideig. De mennyei dolgokhoz mennyei világosság kell. Ahhoz, hogy meglássam azt, hogy Jézus Krisztus nélkül én is, meg a családom is elveszett emberek vagyunk. Ezt a lámpa fényénél sose fogjuk észrevenni. De azt, hogy Jézus Krisztus által megmentett emberekké lehetünk én is, meg a családom is, azt se fogom a lámpa fényénél észrevenni, ahhoz is mennyei fény kell. Meglátni azt, hogy Isten sokunknak adott társat, és nem farkas szemet kell nézni egymással. Ezt a lámpa fényénél nem fogjuk észrevenni. Ahhoz, hogy szeretni tudjam a másikat, ahhoz bele kell, hogy világítson Isten az életembe. És be kell, hogy lépjen oda. Jézus nélkül lelkileg vakok maradunk. De ő kész megnyitni a szemünket. És itt két nagyon fontos dolog van ebben az igében. Lát világosságot. Ez az Isten döntése. Úgy döntött Isten, hogy az ember szeme nyíljon fel. És lássa meg azokat a dolgokat, amiket az Isten akar vele megláttatni. Testvérek,
Sokszor azt halljuk most tévébe, rádióba, hogy a karácsony a szeretet ünnepe. Ha csendben otthon a lámpa fényénél, vagy akár gyertyafénynél elolvassuk a karácsonyi történeteket, talán fel fogunk figyelni egyetlen egy szóra. Hogy láttak. Hogy láttak. A karácsony a látni akarók ünnepe. Akik látni akarják az Isten ajándékát. A gyermekek azt várják, milyen ajándékot fognak kapni. Már látni akarták délelőtt is. De a karácsony valójában azok ünnepe, akik az Isten ajándékát szeretnék látni. Megengedtük már ezt az Istennek, hogy Uram, nyisd fel a szemem. Lép be oda, ahol én sötét dolgokat szoktam gondolni. Másokról, a jövőmről, a világról. Megengedtük már, hogy világosságot gyújtson az életünkbe. Ha igen, akkor ma a hála ünnepe van. Akkor számunkra ez az ünnep a hála ünnepe. És lehet hálával megköszönni Istennek, Uram, köszönöm, hogy látok. Akkor is, ha nincs áram. És nem kell lelkileg vakon élnem az életemet. Ha még nem történt meg, akkor ma el lehet mondani az Istennek, Uram, szeretnék látni. Én leéltem az életemből x évet, de most már szeretném, ha megnyílnának a lelki szemeim is. Szeretném látni, ki vagyok én. És ehhez kevés a lámpafény. Ehhez kell a te világosságod. És szeretném meglátni, Uram, hogy ki vagy te. És ehhez is mennyei világosság kell. És szeretném látni, Uram, hogy hova tartok. És ezt csak te tudod nekem megmutatni és megvilágítani. Én hiszem, hogy aki mer így imádkozni ma, annak Isten fog válaszolni. Miért ne tenni? Isten szeretne látóvá tenni bennünket az ő világosságánál. Testvérek, én ezeket a dolgokat azért merem elmondani. Mert az az Isten, akiről Ézsaiás beszélt, ugyanaz, akiről én beszélek. Ő nem változott meg. Neki nem fogytak el az ajándékai. Az a világosság, amit megígért Ézsaiásnál, az nem fogyott el. Az ma ugyanúgy meg tud változtatni emberi életeket. Meg tud változtatni emberi célokat. Meg tud változtatni emberi szíveket. Akarsz-e Isten megajándékozott gyermeke lenni? Ha igen, akkor ne menj haza szomorúan. Akkor erősödj meg a hitedben, hogy az én Istenem nem változott meg. Lehet, hogy a helyzetünk, ami körülvesz, az megváltozott. És szomorú lett, és lehet, hogy szomorúbb lesz, de az Isten nem. Akkor erősödj meg a fogadalmaidban, amit tettél a házastársadnak, és ne nézz rá szomorúan, és ne nézz vele farkas szemet. Nézz rá úgy, mint az Isten ajándékára. Akkor ne nézz a gyermekedre úgy, hogy micsoda jövő vár rá, hanem bízz rá arra az Istenre, akire te bíztad rá az életedet. Karácsony a reménykedők ünnepe. Akik azért jönnek időről időre az Isten elé, mert Isten világosságot gyújtott a szívükbe, és tudják, hogy a reménység az nála van. És lehet belekapaszkodni.
engedd meg, hogy Jézus világosságot gyújtson az életedbe. Talán nincs szörnyűbb dolog a sötétségnél. Nincs szörnyűbb annál, amikor az ember nem lát, és tapogatózni kell, és fél, hogy mibe ütközik bele, és mivel sebzi meg magát. Az első karácsonykor az első üzenet így hangzott, ne féljetek. És világosság gyújt. Azt hiszem, testvérek, hogy erre van a leginkább szükségünk. Lehetne itt ma nagy ígéreteket tenni, hogy mikor ér véget az, ami van ebben az országban. Én nem tudom. Azt tudom, mikor kezdődhet el az Isten országa a mi szívünkben. Akkor, amikor Jézus Krisztus oda belép, és világosságot gyújt. Azt mondta Ézsaiás, hogy az Isten féltő szeretete műveli ezt. Isten sokkal jobban félti az életedet, mint te a tiédet. Sokkal jobban. Nekünk ilyen Istenünk van. És sokkal jobban félti a lelkedet, mint te. És sokkal jobban szeretne megmenteni, mint te magadat. Ez a karácsonyi üzenet, hogy az Isten féltő szeretete műveli ezt. És ez a féltő szeretet szeretne megmenteni téged, hogy te is megmenthess másokat. Amen. Istenünk, szeretnénk hálát adni azért, hogy te tettél egy ígéretet az embernek, és te ezt az ígéretet karácsonykor valóra váltottad. Dicsőség legyen neked ezért. És hadd adjunk ma hálát azokért, akiknek világosságot gyújtottál az életükben. Akik ma nem lelkileg vakon, kilátástalanul és félelemben vannak itt, hanem benned bízva. Úgy, hogy világosságban járnak, és tudják azt, hogy hová kell menniük, és tudják, hogy hová tartanak. Légy áldott Úr Jézus Krisztus, hogy te hoztad el ezt a világosságot, és te hozod minden egyes ember életébe, aki ajtót nyit neked. Köszönjük, Urunk, hogy te teszel látóvá mindnyájunkat. Ha talán fizikailag is sokszor sötétségben kell megélnünk a napjainkat, de lelkileg láthatunk. És világossá teszed előttünk azt az utat, amelyen járnunk kell és követhetünk téged. Köszönjük, Urunk, hogy te teszed világossá a célt, ahová megérkezünk majd. Légy áldott azért, hogy helyet készítettél a te országodban, és oda várod a te népedet. Uram, köszönjük, hogy ma nem kell siratnunk a hozzátartozóinkat, akik fegyver által pusztultak el. Köszönjük, hogy valahol ők is békességben és biztonságban vannak. Különösen akkor, ha már a te kezedben van az életük. És légy áldott azért, Istenünk, hogy nálad van a békesség. Add ezt a békességet mindnyájunk szívébe, ezen az ünnepen. Hadd álljunk be azok sorába, Urunk, akik látni akarnak. Akik kérik a te világosságodat, hogy gyújtsd meg az ő szívükben, az ő életükben. Így könyörgünk ma mindazokért, akik tőlünk távol vannak. Adj az ő szívükbe is békességet, tőled jövőt, mennyeit. Te old meg, Uram, mindannyiunk gondját mennyei eszközökkel. Bocsáss meg, amikor mi leragadtunk a földi eszközöknél, a földi problémáknál. És bocsáss meg, Uram, ha egy éven csak egy napot szentelünk a szeretetnek, és 364-et a gondjainknak. Hadd forduljon ez meg. És hadd tudjunk, Urunk, nap mint nap a te szeretetedből erőt meríteni, és adni belőle másoknak. Köszönjük, hogy kérhetjük,
és köszönjük, hogy te ezt kész vagy meghallgatni. Legyen ezért áldott a te szent neved. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.